Az ötödik elem számomra ugyanolyan bűnös élvezet, mint amikor nem adom át a helyem a buszon a viszeres lábú nyugdíjasoknak. A film elején a kis Bin Ladent meglátogatják az aranykapu lények, akikre rázáródik a piramis, de az utolsó pillanatban még kiadnak egy szempillaspirált, hát ha szüksége lesz rá valakinek. De még 300 évvel később sincs rá szüksége senkinek. Főleg, hogy jön egy fekete cuclimuszli, ami mindenkinek megmutatja Berkeley Christian herezacskó vasalós videóját. Megismerkedünk főszereplőnkkel, Corbin Dallas-szal. Dallas együttérre tardált macskájával, aki éjjel-nappal az éjjel-nappal Budapestet nézi. Ne nézd egész nap! Felruhad az agyad! Itt van a szupergonosz Zorg, akinek mondták, hogy húzzon a fejére bukós isakot, és megtette. Ő annyira gonosz, hogy egyetlen nézésével Yakuzát fenyít. Túl kemény ahhoz, hogy belenézzen a tűzbe, és senki nem tud neki újat mondani. Tudom! Hozzák a steampunk esküvői tortát, beteszik a mikróba, tolnak bele egy kis fantát, és már kész is az első mell nélküli nő, aki wingdingzül beszél. Ő a tökéletes lény, aki még a kőkemény Staniol falat is átszakítja. A mutatványtól még Bőn bácsi is berosál. Jön is három dreadbíró, de egy létre elállja az útjukat és elakadnak benne. A csaj a szárnyas fejvadászban találja magát és idegösszeomlást kap, mert azt hiszi, hogy ő is replikáns. Elege is lesz mindenből, mondja, inkább skydive-olok egyet és beleesik Taki bácsi taxiába. De ne rúgdass engem, mert felrobbanok! Utána csend lesz, szeretet és béke! Corbin elviszi a nőt a helyi emberkereskedőhöz, hát ha ad érte bitcoint, az meg meglátja a börtöntett kóját és bekomál. A csaj megmondja, hogy ő Lilu és az RTL klubnál dolgozik. Lilu! Szopjam a faszát! Kedvenc étele pedig a... Csirke! Jó csirke! Tudom. Zorgnak telefonálás közben barátai Hetzből Nesquik csoki öntetet csurgatnak a homlokára. Corbinéket megbünteti az ellenőr, hiába mutatják be BKV bérletüket, kénytelenek bemenni az Akácfa utcába, ami Honoluluban van. Minden nagyon szép, de alig várják, hogy perceken belül ripityára zúzhassák az egészet, csak a mihez tartás véget. Itt van a kürtős kalácsfejű Geszti néger, aki akkora rádiósztár, hogy aláírás helyett elég csak pirosan összetemperázni a lolikat, miközben társa egy vakuval szelfizik. Nem tényleg, az csak egy vaku. Hol van a kamera? A díva előadja az avatart és a csúcsfejeket egyszerre, two in one, olcsó volt a kuponos színházjegy. Ez alatt Lilu megküzd az utolsó doboz Oreo. Ért. Nincs nehéz dolga, a többiek szépen kivárják sorukat. A terroristák ekkor eltérítik a Moulin Rouge-t, Bruce Willisnek meg annyira megtetszett az imént látott darab, hogy hazaviszi szuvenírnek a főszereplőt a vitrínbe. Kiderül, hogy a vakbele fából van és kocka alakú. Corbin töketlenségét látva Gábor Zsazsa odagurítja neki a golyóit és minden felrobban. Zorg Super Shop kártyáját nem fogadja el a rendszer és felrobban az is, ami eddig még nem. Ennek következtében az elnök kozmikusan elélvez. Igazad van, de vannak dolgok, amelyeket érdemes megmenteni. Gyönyörű dolgok, érted? Gyönyörű dolgok! Például a nutellás pizza. Az egy jó dolog, amit érdemes megmenteni. Lilu szereti a nutellás pizzát, ezért mégis lesz ötödik elem. Jön is a kozmikusan élvező elnök, hogy megköszönje a közreműködést, de már sexy time van az inkubátorban, ráadásul telefonhívást is kapnak. A Föderáció nevében szeretném meg... Figyelj már, fél órán már lőtt kivétlenül, mert most felhívom rendőrséget! Mondom, megmondják, hogy